Sziasztok, Andi vagyok! Itt is lennék a Szeftek a következő részével. Ugye az előző részben átmerészkedtünk a Binis dimenzióba, ahol nagyon-nagyon sokszor meghaltam, ugyanis nem tudtam azt az ECPC információt, hogy ott engem sebezni fog a sötétség. Egyébként nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki ezt megírta, ugyanis tényleg nagy segítség volt. Úgyhogy most szerintem egy kicsit felkészültebben fogunk újra ugye a Binis dimenzióba merészkedni. Viszek magammal rengeteg torcsot, illetve valaki javasolta nekem azt, hogy készítsek slime bucot, úgyhogy szerintem még ezt elkészíteném, ugyanis, hogyha ezt a cipőt elkészítem, akkor ugye nem lesz full damage szóval bármilyen magasról le tudok esni ami azért a Binis dimenzióban tényleg nem lesz rossz, ugyanis ott ugye eléggé nagy szakadékok voltak, hogyha ugye láttátok az előző részt, és ugye ezt el tudom készíteni vérből is, úgyhogy videón kívül elkezdtem vadászni zombikra, egyébként meg is öltek néhányszor, átmentem ugye a vadász dimenzióba, és ott öldöstem a zombikat, és hát most így lett egy csomó vérem, Egyébként már kettő darab blokkot ki is öntöttem, és akkor még kellene kettő darab ilyen slime golyó, vagy hát ilyen vér golyó, és jó. Szerencsére ezt ilyen egyszerűen vissza lehet craftolni. Szóval nem kell, hogy most idehozzam azt a kis kiöntő formát, azért az eléggé macerás lenne. Így. És akkor elméletileg most már el is tudom készíteni magamnak a slime bootsot, amit úgy kellett craftolni, hogy alulra kellett a kettő darab blokk, és felé a gömb. Jó, akkor így, így. És így, és akkor megvan a Blood Bootsom. Vérben fogok ugrálni. Eléggé, eléggé, beteg egyébként maga az item, de tényleg nagyon-nagyon hasznos lesz. Illetve írtátok azt is, hogy elméletileg ugye van egy ilyen fákja kilövő szerkezet, viszont azt sajnos nem találtam meg, úgyhogy azt most nem tudom magammal vinni. Azért a bronzcipőt is magammal viszem, valószínűleg ugye többet véd, mint a Blood Boots, és láthatjátok, hogy csináltam magamnak ugye teljesen új bronz cuccokat, Úgyhogy szerintem eléggé felkészültek vagyunk, illetve amit még meg akartam mutatni, mert ezt is kommentben írtátok nekem, hogy azt a lépcsős követ hogy lehet elkészíteni. Elméletileg a Workblade-del, hogyha shiftelek és közbe ütögetem, akkor így át lehet alakítani, és valóban így is van. Jó, ez tök király, viszont eléggé macerás, hogyha blokkonként kell átalakítani. Úgyhogy szerintem maradok most a sima létránál. Aztán majd, hogyha esetleg szükség lesz rá, akkor majd videón kívül át fogom ezeket alakítgatni. És szerintem akkor menjünk is vissza a binízbe, és viszek magammal egy rakat fákját. Sőt, a kezembe is rakok, és remélhetőleg most nem fognak rám támadni a szilverfisek. Aha, jó, sima üres kézzel kellene kattintom, de viszont akkor hogy vegyem a másik kezembe. Na, hát csak megoldjuk, csak megoldjuk. Kíváncsi vagyok egyébként arra, hogy... Mennyire magasan lesz Aquamarine, mert ugye azt nem találtuk meg az előző részben. És írtátok azt is, hogy elméleteg itt lesz valami új szörnyeteg is, ami nagyon ijesztő. Úgyhogy hát kíváncsi leszek rá. Annyit csináltam még egyébként itt videón kívül, hogy kicsit kivilágítottam itt a környéket. Úgyhogy elméletileg itt most nem fognak egyből szörnyek a nyakamba spónolni. Viszont már egyből ott van egy creeper, azért azt lehet, hogy jó lenne elintézni. És ugye itt uh, dupla életük van a moboknak, és dupla olyan erősek is. Szóval érdemes velük vigyázni. Ott van kettő darab skeleton, és ott van még ugye ilyen sötét érc. Úgyhogy azért ezt is jó lenne még kiszednünk. Úgy valamikor emlékszem Black Quartz volt a neve. Igen, Black Quartz. Jaj! Hát ezek, ezek tényleg elég ópék, tehát hogy azért a jelenleg elérhető legjobb felszerelés van rajtam, és még így is azért eléggé sokat sebeztek. Jó, ezt akkor gyorsan kibányászom, illetve annyit írtatok még kommentbe, hogy körülbelül egy 32-32 darabot érdemes ezekből összegyűjteni, ugyanis egyelőre kb. annyira lesz szükségem, úgyhogy akkor egy ilyen fél fogok szerintem mind a kettőből összeszedni, aztán majd meglátjuk, meglátjuk. Ja, igen, ide még egy ilyen kis platformot építettem, hát remélem azért ezt nem bánjátok, hogy ezt nem videóban szenvedtem itt végig. Jó, és azt nézem, hogy van-e itt valahol valamilyen szörnyetek. Jó lenne, hogyha szörnyek nélkül megúsznánk ezt az egészet, illetve halál nélkül megúsznánk ezt az egészet. Hallom, hogy valami követ. Valaki nagyon csattog a csontjaival. Nem nagyon látok viszont Black Quartzot. Ajaj, itt van egy ilyen iszé, egy ilyen farkasbőrbe bújt zombi. Így viszont tök jó, hogyha kivilágítok mindent magam körül, mert vissza fogok találni a portálhoz. Mondjuk be is jelölhettem volna akár a térképen. De kezdenek körbevenni a zombik, és az viszont nem lesz király. Uh, lehet, hogy inkább most egy kicsit menekülök, és így magukra hagyom ezeket a lényeket. Jó, egyébként úgy de gyorsan lehet haladni ezzel a slime cipővel. Hogy ezt eddig miért nem készítettem el? Tényleg nagyon szépen köszönöm annak, aki ezt megírta. Ah, mi ez a hang? ez a hang? Jaj, jaj, Fú, ez nagyon ijesztő volt. Erről nem volt szó. Ez lenne az a furcsa lény, amit írtatok? Jaj, 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 jaj. Hűha, ennem kellene, ennem kellene, nagyon. Majd nem szeretnék azért meghalni. Fú! Ö, merészkedjék arra? Hallottátok? Mint ha ott lenne, nem? Nézzétek, ilyen árnyék, shadow. Ezek adják ki ezt a furcsa hangot, itt egy kéz! Mi ez a kéz? Ezek árnyék szörnyek. Wow, uh, jó. <laughs> uh, elég ijesztőek. Írtátok, hogy hasonló a Don Starfoss, de nem gondoltam volna, hogy ennyire hasonló lesz. Fú, ez nagyon para nagyon para hangjuk van, és tényleg alig lehet őket észrevenni. Bajon kapok bármit, hogyha megölöm őket? Mert nem tudom, hogy mennyire lenne érdemes őket megölni. Ó, itt van egy trampic skeleton. Hát te talán annyira nem vagy ijesztő, viszont ott van még egy ilyen árnyék szörny. Látlak, látlak, hiába bújtál meg ott a grevölnél. Megpróbálom azért legyőzni. Eltűnt. Ah! Jaj! Jaj, jaj. Uh, nagyon ijesztőek ezek a szörnyek. Bocsánat, nem szoktam ennyit ijedezni, de... Ez, ez a, dimenzió, ijesztő. Szeretnénk még találni ilyen fekete kvarcot, de lehet, hogy amúgy most már túl magasan vagyok ahhoz. Mert hogy ugye az meg egészen az alján szpónol, szóval lehet, hogy érdemes lenne inkább lehuppanni teljesen az aljára a binisznek. Itt van még egy ilyen árnyékszörny és akkor ott keresgélni, de akvamarint is jó lenne találni, mert ugye azzal megyünk tovább ténylegesen itt a fejlődésben. Szóval szerintem akkor most erre elkezdnek menni, és akkor hát remélhetőleg nem kell egészen oda a tetejéig fölmennem ahhoz, hogy akvamarint találjak, mert elméletek ugye ez meg a dimenziónak a legtetején fog csak spónolni. Mennyi fákján van még, jó van még. Ö, azt szeretném megnézni, hogy jó van, nem a akár akkor nem kell a kégetett követ erre pazarolnom. Hát így, hogy nincsen full damage így azért annyira attól... Ott volt egy creeper, jól láttam? Így azért annyira attól nem félek, hogy innen leesek, de... Azért lehet, hogy érdemes lenne vigyázni majd. Itt esetleg van már vajon a Kuva marin? Vagy még följebb kéne menni. Valószínűleg oda arra a platformra jól lenne följutni, és akkor ott már... Ott már csak lesz. Egyébként nagyon magas ez a dimenzió. Jó, viszont itt nem szeretnék azért túlzottan a sötétségbe sem menni úgyhogy elkezdek erre fele építkezni. Gondolom akkor ezek az árnyék szörnyek támadhatnak ránk, ugyanúgy, mint ugye a Starve-ba, vagy hát hasonlóan. Valószínűleg ugye nem arról lett mintázva, de ezt tudom elképzelni. Jó, szerintem ez már elég magas kell, hogy legyen ahhoz, hogy találjunk akvamarint. Úgyhogy itt már azért jó lenne körbenézni. Ez már szerintem a dimenziónak a teteje. Látom, hogy vannak szörnyek, ott jön egy creeper, szépen megpróbált mögé mosolni, de ennyire azért nem vagyok vak, hogy ne vegye le készre. Jaj, jaj, a! Oh! mi? Mi? Egyetlen egy creeper robanástól meghaltam? Nem is volt rossz cuccom? Azt meg hogy? Oj, hogy fogok visszaföljutni! vissza följutni? kellene vinnem magammal megint építőblokkokat, de Miből építkezzek? Mert hogy a létrákat nem raktam le, én nagyon okos Én nagyon okos, nem raktam le a létrákat, ebből 14 van, szakurából 62 És építkezzek fából, ebből van még 64, jó Hát akkor ez az egy lehetőségem van Hú Kemény úgy nagyon ez a dimenzió Nagyon kemény Tényleg úgy látszik akkor jobban kell vigyáznom a creeperokkel, mert hát Azért ennyit nem szoktak sebezni, szerintem ha dupla annyit sebeznek, akkor sem kellene, hogy egyből megjön ennyi páncéllal. Jó, hát euh, akkor most itt, itt most mellette megint elkezdek fölfele menni, aztán majd meglátjuk. Igen, mert úgy voltam, hogy ahogy nem, majd csak lepattanak, és akkor milyen jó dolgom lesz, milyen egyszerű. De hát úgy látszik ez nem ilyen egyszerű. Ó, hát a lehető legjobb helyen haltam meg, azt mondom ne legyen itt még egy creeper, mert már láttam, hogy ott van. Már láttam, hogy ott van. É, jó, hát ö, akkor viszont ne arra fele menjünk, hanem inkább így arra. Szerintem rajtam a bloodboots, ugye? És akkor ezzel tényleg bármekorát... Ú, uh, mekkorákat lehet ezzel ugrálni? Jaj, jaj, jaj! Ez veszélyes! Ez nagyon veszélyes! Hol vagy Aquamarin? Léci, mutasd meg magad! Szeretnélek már látni. Szeretném látni, hogy nem fölöslegesen jöttem föl ilyen magasra. Lehet, hogy még feljebb kellene mennem, de csak nem. Azért az már nagyon-nagyon magasan lenne. Nem hiszem el, hogy a dimenziónak a legtetején spónol csak. Biztos vagyok benne, hogy... Ah, oh, ott van, ott van, ezt kerestük! Ezt a szép kék ércet. Na jó, akkor szerintem szedjük is ki. És megvan. The search for aquamarine advancement. És ugye ezzel már akkor tovább is haladtunk a következő fázis felé. Fújt, egész sok van belőle. Jó, örülök, hogy ebből többi spawnol, nem úgy, mint a Black Quartzból. Abból azért elég kevés volt. És nézzük csak meg. Nem a legokosabb ötlet itt most megállni, tudom, de... Jó, ez megvan. És akkor... Papírt kell majd készítenem. Az a fog még tovább haladni, illetve majd a Black Quartzot kell valószínűleg tovább fejleszteni valami vé. Jó, hát a Black Quartzhoz szerintem majd én csak le fogok pottyanni a dimenzió legaljára, és akkor majd ott fogunk keresgélni. Viszont akkor itt már biztos, hogy van aquamarin, úgyhogy uh, itt szerintem még itt körbefutkosok. Csak jó lenne... Oh! Jó lenne arra is figyelni, hogy ugye legyen elég fákján visszafele. Ott oh, itt volt aquamarin, oké. Okay, uh, küzdenem kellene, küzdenem kellene, de az a baj, túl sokan vannak most itt, túl sokan vannak most itt, futnom kell. Gyávának kellene, nem futnom kell. Húha. Valahogy el kellene azt érnem, hogy onnan eltűnjenek azok a szörnyek. Ó, itt is vannak van, Marin. De jó, hogy körbenéztem. Jó. És akkor ebben most így mennyit gyűjtöttem? 11-et. Hűha, akkor kellene még találnom. Vissza kellene mennem oda, ahol találtam azt a keveset, de ott nagyon-nagyon sok szörny volt, és szerintem az csak egy halálos túra lenne. Tehát, hogy azzal így Kb. a végrendeletemet írom alá, hogy oda most visszamegyek. Bár lehetséges, hogy azóta mondjuk meg már onnan eltűntek. Megint hallom a szörnyet. Csak rám ne támadjon, miközben itt bányászok. Valahonnan nagyon nyomja. Ahol ott összegyűltek, buliznak a szörnyek. Hallom, igen. Nagyon szép hangod van. Nem, egyébként nincs szép hangod. De nem akarlak megsérteni, nem akarlak megbántani. Úr is a lehet pattogni. Jó, mondjuk, legalább könnyen el lehet menekülni. Ott volt, ugye? Az akvamarin? ott volt. Jó, most ki tudom szedni? És ki tudom szedni? Csak ne támadjon semmi se hátba. Láttam, hogy volt egy szkeleton. De amíg nem hallom a csontjait, addig csak nem lesz baj. Fülelek nagyon, de tuti majd van, valamilyen ijesztő hang fog a fülembe búgni. Ott is van még fönt. Jó, akkor azt még kiszedem. Meg ott is van. Ó, hát! Ez egy akvamarin lelőhely. Nem annyira szimpatikus ez a dimenzió, szóval csak akkor vagyok itt, ha muszáj. Bár ha erősebbek leszünk, lehet, hogy érdemes lesz majd ide visszanézni. Vagy esetleg ezek a shadow szörnyek megölhetőek-e, vagy sem. Húha, Alapesetben ez a kettő zombi annyira nem ijesztett meg, de. De most azért annyira nem örülök annak, hogy itt vagytok. Jó. Próbálom a sweep is használni ellenük, csak. Nem egyszerű, nem egyszerű. Jaj, jaj, jaj. Jó. Már fogy az életük. Jó, oké. Okay. Hú! Szóval akkor még ezt a kis marint kiszedném, és akkor utána szerintem uh, nézzük meg a Bini szalját, mert Black Warsból nincsen túl sok. És utána akkor menjünk is haza. Jó, 52 marint szedtem. ennyit csak elég kell, hogy legyen. Uh, jó, oké. Okay. és... Jaj! Jó, ez még mindig nem sebzett, király. Húha! Uh, uh, <laughs> elég para, elég para. Jó, menjünk le oda, ahol van a port. Ott is van még Black Quartz. Így legalább ezt jól lehet látni. Jó, oda leraktam most egy fákját. Király. Ennem kellene viszont, még mielőtt valami megtámad. És akkor ezeket is még gyorsan szedegessük ki. Ezt szerencsére egészen gyorsan kibányásza. Jó, van öt darab. Meg még otthon van hat, hogyha jól emlékszem. És... Hát lehet az lenne a legjobb, hogyha itt most teljesen lemennénk, csak lesz elég blokkon följutni. Hát csak lesz. Jó, oké. Igen, itt szerintem egyszerűen össze fogjuk szedni a black quartzot. Ó, oké, most sebződtem a sötétség miatt. De nincs pánik, nincs pánik. Öljük meg akkor ezeket a zombikat először, és akkor utána föl tudom szedni onnan a quartzot. Csak hogy fogok én itt följutni? Muszáj leszek fölépítkezni. És ez a zombi villager, ez hogy került ide? Neked a természetes élő helyet, te itt jól érzed magad? Pap. A sötétség papja. Jó, oké. Még rád is csapok egyet, meg rád is, és... Minden király. Csak az a creeper ne vegyen észre. Csak az a creeper ne vegyen észre. Komolyan ez az egy darab volt itt? Hát ez nagyon rossz. Ez nagyon rossz felhozatal. Ott viszont fölfele van. Jól látom. Jó, oké. Kapcsoltam, akartam világítani. Jó. Itt legalább biztos, hogy nem ugrik semmi a nyakamba. Legalábbis nagyon-nagyon remélem. De tényleg csak ennyi? Hm. Hol van még? Mintha ott is lenne, de azok inkább kőnek tűnnek nekem. 16 fákján van összesen? Az mondjuk nem sok. Hűha, hűha. Hát akkor lehet, hogy ide majd még vissza kell, hogy jöjjek. Ott van egy szellem, látom. Van egy ilyen sötétség szörny. Az, hogy a kardom is kezd eltörni, és nem szeretnék kockáztatni most már. Ilyen kis izé alsó van ennek a zombi falusinak. milyen furán áll a szemöldöke? Mi van veled, haver? Szemöldököt se si áll, jó? Jó. És akkor ezt itt szedjük még ki. Jaj, jaj, lesz, jó, akkor ezt inkább hagyjuk. Ezt inkább hagyjuk. Szerintem itt most már inkább fölások. Vagy hát fölmegyek, mert most már az lesz itt inkább a biztonságos. Remélem itt már hamarosan a teteje lesz. Ennek a kis résznek. Jaj, de pont ide raktam le a fákját, aha. Szóval akkor itt mellette is jó lenne még, hogyha mennék. Bár várjunk csak ezzel a workblade azt is csinálhatnám amúgy, hogy ezeket a sivaköveket ütögetem. És akkor így föl tudok menni. Ó, hogy ez nem jutott hamarabb eszembe. Biztos sokan írtátok már azóta. Ö... És akkor így azért kicsit egyszerűbb a dolgunk. Ja, határozottan egyszerűbb. Csak ne legyen itt silverfish egyik se. Az a baj, hogy mivel Ugye nem blokkon állok, hanem a levegőből bányászom, ezért alapból is lassú, szóval elég nehéz azt eldönteni, hogy most akkor a silverfishes lesz-e vagy sem. Jó, oké, és, és hol volt nekem akkor itt a, a portálom, valahol itt? Itt ugye? Igen, jó. Hú, hát ez kalandos volt, ez nagyon-nagyon kalandos volt, lett végül is 13 black quartz meg még otthon van 6 darab, szóval van 19. Illetve van akkor 52 akvamarinunk. Hát elméletek az akvamarin lesz szerintem a fontosabb, mert ugye azzal megyünk tovább a következő korszakba, aztán majd meglátjuk, meglátjuk, hogy igazából melyik mire jó. És akkor itt is vagyunk a világunkban. És mit kell csinálni ezzel a Black quartz először is? Ha Grindstone-ba kellene raknom, és akkor lesz belőle a Crashed Black Quartz. az ba is ez történik vele. A Crusherbe pedig egyből Black Quartz lesz belőle, de hát nyilván ez nekünk még nem elérhető. Úgyhogy akkor uh, szentem szerintem a pacióz rakom. Majd szeretnék egyébként egy malacfarmot farmot is uh, létrehozni. Vagy egy csirke farmot, mert hogy a legtöbb kajához szükség van disznó, illetve csirke húsra, és, és, nyilván nem csak húsos szendvicsen szeretnék élni, hanem esetleg valami zöldséget is hozzá lehetne csapatni. Azt viszont csak ugye úgy lehet lekraftolni, ha van hozzá malac husi. Jó, ezt is még akkor berakom. Nem így. <laughs> és uh, utána majd megnézzük, hogy mit lehet készíteni belőle. Most komán azt érzékel, hogy ez még itt van. Hát ez hihetetlen. Jó, majd megcsinálom. Most fontosabb volt az, hogy kiussak innen. Oké, okay, és, akkor ebbe még belerakom a Black Quartzot. Mennyivel haladt eddig a pacó? Jó, van Crash Black Quartzunk. És hogyha ezt kiégettem, abból lesz ugye sima Black Quartz. Lehet ezt az Alloy be is csinálni, de ott, hogyha jól látom, mással kell már majd összekeverni. Vassal, igen. De az akkor egyelőre nekünk még nem elérhető. És Stone be lehetne még kisütni. Hát melyik berakjuk? Melyik berakjuk? Stone be mert ott nem fog nekünk üzemanyagot használni azt automatizáltam, ha minden igaz. Még ezt az Advancementet mindenféleképpen meg akarom csinálni, mert kíváncsi vagyok rá, hogy miért is kellett ennyit szenvedni ezzel az érccel. Illetve az is jó lenne megnézni, az Aquamarine mit tud. Parchmentet lehet belőle készíteni, és aztán majd Astral Tomot. Aha! És ezeket kell nekem lekraftolnom. Parchment, ö, igen. És igen, ez lesz a következő, az Astral Sorcery Journal. Jó, és hogy kell lekraftolni ezt a... Ezt a parchmentet? Tudjuk ugye rögzíteni a tudásunkat parchmenten. Ő, szükségünk van egy speciális kéregre, ami a mulberry fának a kérge. És ezt a világban fogjuk valahol megtalálni. Jaj, de jó, megint kereshetünk különböző fákat, amik lehet nem is fognak spónolni. Bár mulberry nekem rémlik, hogy volt valahol itt a közelbe, szóval Remélhetőleg meg is fogom találni könnyedén. És a Black quartz mit lehet készíteni? Block of Black Quartz, Pillar of Black Quartz, uh, Advanced ESD, Ethereal System Dude, Black Quartz Pickaxe. Ajjajj. Black quartz lehet készíteni akkor eszközöket? És ez jobb, mint a jelenlegi kardom? Nem, ugyanannyit sebez. Úgyhogy annyira ezt akkor szerintem nem erőltetjük. Ugyanannyi a visszatöltési ideje is és ha lehet bőle készíteni majd különböző ruhákat is, és ez vajon többet véd? 5 öt véd a nadrág, ez négyet, Ú, viszont a, a ruha az többet véd, úgyhogy lehet, hogy majd érdemes lesz akkor ezt összeformolni. Waterwild is mind miatt lehet készíteni. Ja, jó, ö, akkor most már tudunk majd vízi készíteni, meg szia az mondjuk király lesz, mert valószínűleg ugye az fogja meghajtani nekem akkor a sima milt. És most ezzel megvan ez az Advancement is. Aha. Igen, és azt akarja majd, hogy készítsek egy waterwheel Jó. Viszont szerintem egyenlőre akkor nézzük meg, hogy van-e még itt valahol olyan fa közelbe. És majd szeretnék olyan részeket is, ahol teljesen mással foglalkozok. Tehát, hogy nem azokkal, amiket ugye az Advancement szeretne, hanem mondjuk a formulással. A formulást szeretném egy kicsit modernizálni, illetve egy kicsit jobbá tenni. Mert ahogy néztem, nagyon sok minden van, lehet például gyümölcsúszt készíteni, akkor lehet komposztot csinálni, meg nagyon sok mindent, amit egyébként maga a modpack nem kér tőlünk egyből, hogy csináljuk meg, de valószínűleg megkönnyíteni a dolgunkat. Ez volt az Ironwood, ugye? Ironwood. Te mi vagy? Olivewood, olivafa. Bemerészkedek a sötét erdőbe, itt eléggé sokféle fa volt, meg elég könnyű megkülönböztetni azokat, amik Másfajta fák, Maple, ez juharfa, A szakura lesz, azt már innen látom, ott van az a, az a furcsa színű lomb, talán azt még nem néztük meg, mulberry, mulberry, ez, ez kell nekem, ez kell a parchmenthez, Ö, nem hoztam magam a ma baltát, gg, gg, és akkor ezt most ki szedni, ugye? Ja, a kézzel nem fogom tudni kivágni, de legalább tudom, hogy akkor itt van egy ilyen fa. Azt is megnézhetném mondjuk, hogy van-e itt a közelbe ilyen hasonló színű fa, hogy esetleg ne kelljen visszajönnöm ide a sötét erdőbe. Azért nyugodtabb vagyok, hogyha nem itt kell kivágnom, de ha csak itt van, akkor nyilván az se lesz probléma, mert legalább most már tudjuk, hogy melyik fa kell. És le is kéne amúgy pakolnom. Tehát, hogy így részele mindig lepakolok, és aztán az a vége, hogy tele lesz az inventorim, de hát nyilván modos modos minecraftnál ez mindig így lesz, amennyi új item van a játékban. Igen, ültettem ide egy almafát, ezt nem tudom, hogy mutattam-e már nektek. És akkor ezen egy nő az alma, és ez tök király. Mert hogy így... Uh, így mindig lesz gyümölcsöm is rengeteg. Rengeteg alma nőtt ezen a fán! Wow! Azt nem tudom egyébként, hogy almában lehet-e alma létkészíteni. Azt tudom, hogy a, a berryből lehet uh, juice csinálni ugye meg is mutatom nektek, a Whiteberry-ből lehet itt a Crushing tab készíteni Whiteberry Juice-t. És azért az mégiscsak fini, tehát azért egy jó kis juice ez bármikor legurít az ember. Jó. Egyébként ezeket is annyira rég vágtam le, meg szaporítottam, hogy lehet, hogy érdemes lenne velük is egy kicsit foglalkozni. Vagy esetleg most már lecserélni őket valami másra, nem hiszem, hogy most már a foguk bármire is kelleni fog. Valami hasznosabb állatra. Ezt ide berakom. Ezt is, ezt is. A tészti szendvicsemet nem. Mert az még kelleni fog. És a ruhákat is. Ez nem ruha. De majdnem, majdnem bekerült a ruhák közé. Jó, és akkor most kellene, hogy magamhoz vegyek egy boltát. És ha van egy törött bronzexem, lehet, hogy nincs is, de itt Jó, szerintem még belefér. Szerintem még belefér, hogy ne kelljen a sötét erdőbe bandukolnom éjszaka. Várjunk csak! Az ott nem olyan fa. Mert akkor viszont még egyszerűbb. Akkor viszont még egyszerűbb dolgom van. Te az vagy, ugye? Nyugtass meg, hogy te olyan fa vagy. Igen, Mulberry. Jó király. Hát akkor még közelebb is volt. Csak erre nem nagyon szoktam jönni, mert nem nagyon szeretek így hegyeket mászni. Ennek a kérgét kellene leháncsolnunk, és az kellett, hogyha jól emlékszem, akkor uh, a workblade nem. Fú, de régen volt. Lehet, hogy valami tök más módszer van Ezt is shift -el? Nem. Nézzük csak akkor uh, grindstone-ba sawdust lesz belőle, az biztos nem kell nekünk, ez sem kell. Uh, planket se szeretnék. Potás szó, so. Mulberry bark, igen, ez kellene nekem. Csak a szóba lehet ezt elkészíteni. És ilyet tudunk már craftolni? Copper gear kell hozzá, leather belt, flint slow uh, Akkor mégis kell majd még fog, akkor ez egy... Uh, ez egy hosszadalmas művelet lesz, ahogy látom, hogy ezt el tudjuk készíteni. Akkor viszont ezt most nem ebben a részben fogom szerintem már megcsinálni. Arra számítottam, hogy csak workblade-del leszedem, és akkor ilyen egyszerű dolgom lesz, de hogy látom, kell készítenem akkor egy fűrészt. Úgyhogy hát nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Remélem tetszett nektek ez a rész. Ha tetszett, akkor mindenféleképpen iratkozzatok fel, dobjatok egy lájkot, írjatok kommentet. Andi voltam, sziasztok!